Az 50-es évek végén már zenéltek, de 1962-ben az Apache című számmal megalapoztak egy majd fél évszázados karriert, és ezt a számot sok-sok-sok sikeres szám követte, és ezeket a sikeres nótákat idézi föl a Shadows Magic Tea Band, és föl fogja idézni Újpesten is, hiszen egy Shadows klubot indít havonta egyszer a Hungarikum pontban, a Városháza pincéjében. Vendégeim a zenekar tagjai, Horváth György és Rudas István, akiket sok szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Ugye azt mondtam az imént, hogy egy hosszú sikertörténetet indított el ez a szám, és ez egy nagyon jelentős zenekar volt a Shadows. Mesélj-e, vagy magyarázzák-e nekem, kérem, hogy miért volt ez ilyen sikeres zenekar? És miért volt ekkora hatása? Vagy miért van ekkora hatása? Kezdjem, mondjad. Az egy nagy változása volt abban a korban. A kornak, az ifjúságnak, a zenének, és a Shadows gyakorlatilag egy ugyanolyan hatalmas találkozás volt, mint a Beatles. Uh-huh. Jókor, jó időben, jó helyen, jó emberek, és nagyon tudtak. És rettentően szerették a dolgot csinálni. Nagyon sok mindenben voltak elsők, és utánozták őket nagyon sokan. Abban a korban, a 60-as évek elején itt Magyarországon mi, a mi korosztályunk, ugye mi már nagypapa korú kamaszok vagyunk. Ennyi szólva. Akkor majdnem minden első gyermek 7 húros szovjet gitárt nylon zacskóban hurcolt a vállán azért, hogy lássák, hogy neki van gitárja. Csajozásban is segített, felteszem? Természetesen. Hát az olyan régen volt, hogy ki emlékszik arra. Lényeg az, hogy kagylóztuk a csekét, kagylóztuk a Luxemburgert, ugye? És kagylóztuk a bécsi autofahrer. Azt én nem tudtam, mert én debreceni vagyok, oda az már de nem jött. A cseké az a Voice of America, nem? Amerika hangja volt. De a Luxemburg az sajnos nálam úgy jött, hogy bizonyos részei megvoltak, de bizonyos részei nem. Igen. De hogyha már, igen? Azért volt ilyen egyébként, és attól létezett Magyarországon ez a Luxi, ahogy mi mondtuk, a Radio Luxembourg. Legjobb tudomásom szerint az angol száz szövetségesek, ahogy jöttek befelé a kontinensen, igen, relé sorozatot építettek ki, katonait. Maguk mögé. És ez megvolt. És a Radio Luxembourg tudtommal innen jött. Egy ilyen. Ez hozta el idáig. Hogyha már említettük azt, hogy sok mindenben újat hozott a Shadows, meg említette a Beatles-t is, hogy a Shadows is tulajdonképpen Liverpoolból indult, nem? Vagyis hát oda mentek át? Nem. Newcastle. Newcastle-ből mentek át, nem? Liverpoolba szerencsét próbálni? Nem. Londonba mentek. Egyenest. Newcastle-ban született a szólógitáros, a Hank Marvin, akit egyébként úgy hívtak, hogy Brian Robson Rankin eredetileg, és valahol egy Bognor Regis nevű településen született Bruce Cripps, akit aztán Bruce Welch-ként ismeri a világ, és a Bruce Welch-et egészen kicsi korában Newcastle-ba bevitte a család, és a két fiú iskolából már ismerte egymást, és együtt kezdtek el gitározni, az úgynevezett skiffle zenét, ami akkor igen gyakori volt, hogy néhány hangszer, és akkor födő, meg minden egyéb zajkeltő dolog. Majd 16 évesen úgy döntöttek, hogy ők bizony próbát tesznek Londonban. Elmentek oda, és egy Two Eyes Coffee című helyen játszogattak, ahol volt egy énekes, Harry Roger Webb. Cliff Richard? Igen. Utóbb kiderült. Eredetileg nem Shadows volt a nevük, de ami volt, azt kénytelenek voltak elhagyni, ez volt a Drifters név, mert hogy Amerikában addigra már volt egy csodálatos fekete ének együttes, a Drifters, és aztán azt meg nem mondom, hogy lett belőlük Shadows, de hát azt szoktuk mondani, hogy ők voltak az árnyékok Cliff Richardnak, aztán leváltak róla.
És nem voltak-e árnyékai ők a Beatlesnek vagy a Stonesnak? Nem. Éppen ezt akartam hozzáfűzni Pista eddigi történetéhez, hogy ők elhatározták azt, hogy nem kell ide se zongora, se semmi, ne. Három gitár dob. Ez volt a találmány. Mm. Ez volt a nagy újítás. És olyan effektekkel dolgozni, ami karaktert ad ennek. Tehát, hogy amíg a Beatles egy kicsit később kiegészítette hogy a zenéjét, tovább, meg a Stones is. Mondanám tovább, hogy ebből fejlődött tovább az egész könnyű zenei beat műfaj, mint olyan, hogy mert szólóénekesek voltak, addig is. Del Shannon, Cliff Richard, Presley, Buddy Holly, és a nagy öregek, a nagy rockabilly korszak, meg az Chuck Berry, Lee Carl Perkins. Hogyne. Hú, meddig sorolnánk, igen. Lehetne ezt reggelig. Igen. De a Beatles azt találta föl erre a három gitár dob alapra. Három gitár dob alapra azt találta fel, hogy akkor vokálisan. Mert ha megnézzük, és ez nekem a veszőparipám, ott nincsenek énekesek. Ott vokalisták vannak. Az, hogy a McCartney szólóba, meg a Lennon szólóba elénekel valamit, de egy is egy Tom Jones. Szóval azért ezt adjuk meg nekik. És ehhez képest a Shadows? És ehhez képest a Shadows is énekelt. De piszok jó. És nagyon jól, de nem ezt a vonalat erősítették, hanem inkább ezt az alaptalálmányt, hogy három gitár dob. Uh-huh. És ebből nem engedtek? Ebből nem igazán. Illetve hát később aztán jöttek vonósok, fúvósok, a különböző számokhoz és ők, kellett. És ők megmaradtak abban a hagyományban, hogy legyen egy szólista, egy énekes, akit majd kísérünk. Uh-huh. Ebből fakadt a Cliff Shadows kapcsolat valahol. De a fejlődése a Beatlesnek az volt a másik nagy találmány. Igen. Hogy ehhez a dologhoz ezt hozzátenni, és abból aztán ki alakult a Beatlesnek a csodálatos karrier. Uh-huh. És ehhez csatlakozott az, hogy a Hank Marvin legendává tette a Fender Stratocastert. Az meg a azzal másik, a hangszínnel. Az meg a másik történet. Így van. Úgyhogy őt a Fender cég így tartja nyilván, hogy nos, a Stratónak egyik atya. De erről beszéltünk is egyszer a telefonban pont, hogy ez mekkora... Ez egy marha nagy dolog volt, mert... Biznisz volt ez a Fendernek. Mert hát elnézést a marha szóért, de ez tényleg akkora, mint egy ilyen... A karakterek nagyon lényegesek a zenében. Az, hogy minek milyen karaktere van. Na most mi uralta akkor a gitár vonalat? Hát főleg a Gibson. Mm. Hát mindenki Gibson gitár, a jazzisták, az összes ilyen, nem ismertünk mást nagyon. És a Mervin megtalálta ezt a Leo Fender bácsinál, ugye? Ő volt a Fender cég atya. Mm. Megtalálta a Stratót. Na, ugyanis a karakteri különbség, karakterbéli különbség az a Strató és a Gibson között, hogy a Gibson lágyabb, puhább, melegebb. Neki egy olyan gitár kellett, ami meleg is, puha, tehát, és még tud ilyen keményebb színeket. Fémesebbet. És ehhez hozzáadta a speciális visszhangot. Az ő visszhangjait, kis effektjeit, csak ezt. Elmesélik az első, vagy emlékeznek az első találkozásukra a Shadows zenéjével? Már annó? Annak már, idején, persze. Már mint, hogy én például? Én, például. Hát mondjuk legyen. Vagy... Ne vagy az öregebb, mond. Hát igen. Nem sokkal. Hát mi 63 végén, 64 elején ismerkedtem meg az akkori Atlas együttes alapító tagjaival, Flan Ferivel és Bíró Gáborral alias Doki. A Doki beszélnevet onnan kapta, hogy fehér, nem, az iskola köpenyét kimosta a mama, és papának a fehér köpenyébe jelent meg, és mivel szemüveges, mindjárt elkezdték dokizni ott a suliba, és aztán az ráragadt. Később azért ennek igencsak alátámasztását szerezte meg, mert nagyon sokféle irányban kvalifikált agya van. És a gitárjátéka is a professzorhoz méltó. Hát én elfogult vagyok,
vele szemben. Én is. De és ő most itt elsüllyedne szelénységében, de én Hank Marvin magyarországi helytartójának tartom őt. Na igen, és az első találkozás? Hát így volt. Ez a Városligetben történt, mert én ott éltem, ott születtem. Uh-huh. Városliget Szélén Dózsa György úti, vagy a hétkerületi voltam akkor még, és ott a Fáskör című ilyen részén a Városliget minden este nagy gitározás folyt, rock and roll őrület, stb. És egyszer csak lementem, mert nagyon nagyobb csapat volt a pad körül, mint a megszokott. És akkor odaálltam, és Somló Tamást látok ott, mint ifjont, a Szabó Jancsit, aki dobos volt, elment köztünk, már nem él, a Flamot, meg a Dokit, és gitár és nagy Beatles. 64 májusa, valahogy így, júniusa. És beszálltam egy szólammal mindjárt énekelni közéjük, és néztek, hogy ki ez a jó ember itt, és aztán meghaverkodtunk, és meghívott a Nap utcában, lakott a Doki, meghívott hozzájuk, hogy akkor gyere föl, és akkor majd ottan gitározunk. Zenélgessünk. És akkor így indult. Abban a konyhában készültek a nagy visszhangosítók, meg mi egy 3 nap és 3 éjjel egyfolytában reszeltem, ő forrasztott, mert ő volt. Kiderült róla, hogy egy elektromos zseni. Szóval egy nagyon érdekes dolog volt ez, és így indult az Atlasz együttes, aki aztán elég szép karriert futott be később, és mi ketten, a Doki meg én, alapító tagjai voltunk ennek a csapatnak. Én egészen 1970-ig voltam a tagja, Tánzdal Fesztivál, Salgóc, szóval minden volt. Ahogy kell. Ahogy kell, és a soul zenét meghonosító együttesnek tartom máig, és a legjobbnak ebben a műfajban, akármilyen bergendi nyilatkozat ellenére, mert az nem igaz. Az nem igaz. Itt a szózenét egyedül a Flam féle Atlasz zenekar csinálta őszintén ebben az országban. Geróczi utcai Fővárosi Tanácsklub az olyan volt, hogy a filmmúzeumig állt a sor. Na mindegy, aztán külföld lett belőle, mert az Interkoncert ráfigyelt a bandára, és ki lettünk tacsolva Magyarországról. Térjünk egy kicsit vissza a Shadows-ra, mert ha már a kezdetekről beszélünk, akkor igen-igen értékes dolgok vannak, ja, igen, István kezében, ráadásul olyan értékes dolgok, amik hát szinte a Shadows kezdeti idejéből származik. Hát ez 50 éves. 50 éves ez a 6 darab kotta, eredeti, nagyon kalandosan sikerült beszerezni Londonból, de sikerült, és... Pista amúgy egy nagy gyűjtő, egyéb téren is. Aha. Innen tudtam meg, innen... Tehát ez 64-es akkor? Ez 64-ben kaptam én. Aha. De 62-es számok már benne vannak, az Apache, stb. Innen tudtam meg az összetételt, a nacionáléját az együttesnek, ki hol született, miért született, mikor született. Innen tudtam meg, hogy néznek ki ezek a fiúk. Tehát itt társult kép a hanghoz. Így van. De én nem általuk kezdtem el először gitározni, hanem ugye én a Csokonai Színházban nőttem föl, Debrecenben, mint színházi gyerek, és az apám kollégája volt Szombati Kovács Gyula, az Operettszínházas Kovács Zsuzsának a papája és a Szörényi Őrs nagypapája, aki kiválóan gitározott, és tőle kaptam kedvet a gitározáshoz, de nem ehhez. Majd én az egyetemi gyakorló gimnáziumba jártam, szalagavató. Megjelent egy csapat a tornateremben, nagyon érdekes ilyen, majdnem narancssárgás, piros, ilyen téglapiros gitárokkal, mint később megtudtam, Debrecen első és legkitűnőbb zenekara volt a Merkur. Sok tagja halott már, és ők elkezdtek Shadows-t játszani. És piszakul tetszett. És onnantól kezdve kerestem én
Csekénél, stb. A Shadows-t. És kezdtem el utána gyűjteni ezeket a dolgokat. Előszedni ezeket, igen, a dolgokat. És mióta működik a Shadows Magic Tea Band? Tribute az a tígó. Harmadik éve már. Harmadik éve. Inkább harmadik éve. Hát ennek is az a érdekessége, hogy először nem ebben az összeállításban volt, mert más akkordgitáros volt, és más billentyű is volt. Mm. Csak azok aztán elszélettek mellőle, és akkor az egyik Steam kollégám basszusgitáron segített abban, hogy kaptam ilyen telefonszámokat. Ezt hívd fel, haverjak, azt hívd fel, és akkor majd kialakul valami. És akkor felhívtam egy számot, ahol a Rudas jelentkezett a másik végén, és megbeszéltük, hogy eljön hozzám, ne hozzon semmit, csak egy szál gitárt. Hát ez hozott egy szál Fender-Stratocastert. Mert mi más? Mert mi mást hozzon. Ott tudott volna mást is hozni, mint utóbb kiderült. És a konyhába, mert a konyha az eklatáns pontja az, igen, életünknek, ahol a nagy dolgok születnek és történnek. A beat korszak kiinduló pontja, a konyha. Igen. Állítom, hogy önálluk is, tehát az öreg Shadows-éknál sem volt nélkülözhető a konyha, mint helység. Na mindegy, a konyhában állunk, felraktam a Vadóc címűt, amiben egy igen kemény csukló feladatot felróvó dolog van akkordgitáron. Hát akkor gyere! És én nyomtam a basszust, úgy mellettük. Mert hogy MP3 azt is felrakta az eredeti. Az eredeti alaphoz, igen, játszunk hozzá ugyanazt, mert ugye kísérjük már együtt, játszunk velük együtt. Persze. És lenyomta. És semmi ilyesmi, meg mit tudom. Már mondom, akkor... Tehát árnyéka lett az árnyékoknak. Akkor itt most nincs miről beszélni tovább. Ha vállalod, akkor legyél a társunk, és így alakult ki a három gitárnak a személye. Nagyon nehéz találni, megmondom őszintén. Ez a dicséret a Pista felé is, mert aki érti a csíziót is ebben a műfajban, és megvan a megfelelő összhangzattani tudása, ritmusérzéke, csuklója, abból nagyon kevés. De azt mondták a beszélgetés elején, hogy nehéz Shadows játszani, kevesen tudnak, de miért? Hát a karaktert megfogni, a feelinget megfogni, az a karakter. Persze, az a karakter egy műnek, hogy hogy szólal meg. Mert, tehát, hogy ezeket nehéz megfogni a Shadows-t. Nehéz. Nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen Shadows mutáns zenekar van ma már Magyarországon. Hát nagyon-nagyon-nagyon nincs sok, de sok van. Nagyon sok van szerte az országban, nagyon kevés van olyan, amelyiknek egy-egy tagja tudja azt a feelinget. Meg a karaktert, igen. Kevesen vannak. Na most plusz még az is van, hogy nem látom nagyon sok együttes mögött azt a munkát, amit ez igényel. Mm-hmm. Majd nincs a feje, majd valamit nyomjuk. Ez nem úgy működik. Ez egy annyira precíz, komoly, könnyűzenei életmű minden egyes darabja, ami sokáig fönn fog maradni. Épp úgy, mint az operairodalom, vagy a könnyűzenének a Shadows tett le egy olyan anyagot az asztalra a könnyűzenében, amit addig se tett le még senki. Beszélgetésünk apropója ugye az, hogy egy klubot indítanak itt a Hungarikum pontban, a Városháza pincéjében, ami a Shadows klub lesz, és havonta egyszer jelentkezik. Igen. Mikor lesz az első ilyen buli? És a hónap utolsó szombatja. Tehát mindig lesz, a hónap utolsó szombatja. Ez esetben most 28-a. Nem 25? 28. 28. Tehát június 28-án esti kezdettel. Kikre számítanak? Ez tulajdonképpen a klub nem arra születik, hogy itt most ihaj-csuhaj legyen, meg van nagy táncbuli, ám táncoljon, ha akar,
mert van arra itt ebben a klubban megfelelő rész, ahol bátran lehet táncra fakadni, hanem ez egy koncert jellegű előadás, amiben Pistinek nagyon nagy szerepe van, olyan értelemben, hogy ő aztán színészből dumál. Nincs mese. És akkor innentől kezdve ez egy megfelelő narrációval ellátott koncert előadás jellegű rendezvények, amit aztán majd később szeretnénk majd bővíteni egyéb ötletekkel. De ez a kiinduló pont. De ez a kiinduló pont. Hiszen önöknek is a kiinduló pont a Shadows, nem? Igen, abszolút. Így van. És na most, hogy miért kell ilyet csinálni? Amilyen hektikus a világ körülöttünk, azt vettük észre, hogy egyre több a klub. Mert az embereknek szükségük van az intimitásra. Nem csak Shadows Club, sok minden más is van ilyen. Más zenekarokkal, más témával, bármi egyéb. Az intimitás, a harmónia, a melódia, a dallam. Zajban élünk. Zakatol a világ. És egyre többen jönnek. Már középkorúak, akik tulajdonképpen a gyerekeiktől vették ezt át, de már igen sokszor egészen kicsi gyerekek is imádják. Nekem 8 éves az idősebbik unokám, és oda van érte. Kész van tőle. Úgyhogy mindenkinek végül is, aki ezt szereti, szeretné megismerni, szeretné megszeretni. Akkor én meg akkor csak azt tudom kívánni, hogy tényleg gyerekektől kezdve találják meg a Shadows Clubba ezt a harmóniát, meg még az maradt hátra, hogy még egyszer elmondjam, hogy akkor minden hónap utolsó szombatján, hogyha nem tévedek, Shadows Club a Hungarikum pontban, a Városháza pincében, ahova mindenkit szeretettel vár a Shadows Magic Tea Band, akinek tagjainak pedig köszönöm szépen a beszélgetést. Mi is köszönjük.